A Bonyhád és környékbeli iskolák diákjai számára hirdette meg Völcségi Versmondó versenyét a Bonyhádi Általános Iskola. A rendezvénynek hosszú évekre nyúlik vissza a hagyománya. A szervezők fontosnak tartják, hogy ne csak a saját iskolájuk falain belül mutathassák meg a diákok tehetségüket. Az idei évben nagy örömünkre sokan fogadták el a meghívásunkat, és 7 településről több mint 30 tanuló jelentkezett, úgyhogy köszönjük nekik is, meg természetesen a felkészítő pedagógusoknak is, hogy eljöttek. Maximum 4 perces verseket mondhatnak, és az egy alapvetés volt, hogy ne a verses mesék legyenek előtérben, hanem inkább a klasszikus irodalmi alkotások kerüljenek előtérbe. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára nagyon fontos, hogy ne csak a saját iskolájukban méretessék meg magukat, hanem ilyen intézményi, akár körzeti összevetésben is, és egy plusz szereplési lehetőség számukra, és sokkal jobban felkészülnek, mint hogyha megszokott közegükben kellene előadni az adott verset. Az elmúlt években már, amikor meg tudtuk rendezni, és a járvány miatt nem kellett elhalasztani, általában itt a Solymár Imre Városi Könyvtárban tartjuk. Ez egyrészt egy semlegességet biztosít a versenynek, másrészt pedig egy különleges helyszín, egy különleges szellemisége van, és elég jó visszajelzéseket is kapunk ezzel kapcsolatban. Örömmel jönnek ide a diákok és a pedagógusok is. A nebulók a sok felkészülésnek köszönhetően magabiztosan álltak ki a zsűri és diáktársaik elé elszavalni a jól begyakorolt verseket. Apanyakában már nagyon sokszor ültem, de hogy növök a fejére, azt se hogyan sem értem. Nagypapa kérdi, hová nőszte gyerek? Én ilyenkor soha semmit nem felelek. Láttam már borostyán, ránőtt egy nagy fára, meg a nagyapáéknál. A kis ház falára. Anya is mondta, a fejére növök. Ez hogy lehet, ha csak a konyakában ülök? A versenyt iskolai szinten egy válogatás előzte meg, így az egyes oktatási intézményeket a legjobbnak ítélt diákok képviselték a Völcségi Versmondó versenyen, ahol 3-tagú zsűri értékelte a diákok előadását. Igen, szerte ágazó a versválasztás, tehát sok olyan költemény is van köztük, akiknek a szerzőjét nem nagyon ismerjük, de az biztos, hogy a gyerekekhez illő verseket választották, tehát nagyon, nagyon jó választás volt a részükről, tehát a versválasztás az tökéletes. A felkészülésen is látszik, hogy azért igyekeznek szép kiállással, szép kitartással, szépen hangoztatva a beszédet, úgyhogy csak jókat tudok mondani. Korban még nem hozzáillő verset is el tud valaki mondani, ha arra jól felkészítik, és ő azért érett rá. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki elég érett rá, akkor mindegyik verset el tudja mondani. Szerintem mindenki nagyon jól felkészült, tehát ez dicséretükre válik, és nem voltak meglepődve, tehát ahhoz képest, ugye, hogy az osztályteremhez szoktak, itt pedig egy sokkal nagyobb terem, tehát nem voltak meglepődve, tehát jól állják a sarat. A zsűri elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a verseket, fontos, hogy a figyelmüket felkeltő és őket érdeklő alkotásokkal kerüljenek először kapcsolatba. A versmondó versenyeknek számos pozitív hozadéka van. Amikor felnőttek lesznek, sokkal magabiztosabban állnak ki közönség elé. Tehát én bizton tudom állítani, hogy 8. osztályig el lehet jutni arra, hogy utána ő már maga ki tud választani egy költeményt, azt föl tudja dolgozni, és elő tudja adni tanári segítség nélkül. Mindig, még mindig fáj. Egyre erősebbek az érzéseim. Az emberekhez még mindig vannak kérdéseim. Elveszettnek érzem magam, elvesztettem önmagam. Jó lenne már felébredni, és nem csak reménykedni. Minden, ami fáj, csak úgy elégetni. Mert úgy érzem, hogy ezt a lelkem megértem még. Érzelmeim. Ez volt a vers címe, amelyet a felső tagozatos diáklány szavalt el a zsűri előtt a Völcségi verseny alkalmával. Nóra saját szerzeményét érzelmei ihlették, ő nem csak előadni, írni is szeret. Most én kicsit ilyen érzéseimmel kapcsolatos, szóval ilyen szomorúbbak. Írok mostanában. Ki tudom fejezni az érzéseimet, ugye, amikor írom a verset, és ezt szeretem előadni.
A Győréből érkezett diák előszeretettel hallgat verseket, így még nagyobb öröm számára egy versmondó verseny. Hát én gyorsan meg tudom tanulni a verseket, és hát még a tanárom segített a hangsúlyozásba, és nem kell sokat készülnöm. A korosztályok legjobbjai oklevélben és könyvjutalomban részesültek a délután folyamán.